Köszöntöm nézőinket, Hozam című gazdasági magazinunkat látják. A jövőben minden csütörtökön 20 óra 30 perckor jelentkezünk olyan friss gazdasági hírekkel, információkkal, melyek szándékaink szerint segítséget nyújtanak eligazodni a gazdaság és munkavilágában, különösen koncentrálva a kis- és középvállalkozók gondjaira, lehetőségeire és legfőképp a szakképzésre. Kezdjük mindjárt az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőmű bővítéssel, ami éppen Tolna megyében zajlik, de az építetők szándéka szerint a régión túl is éreztetni fogja pozitív hatását. A Paks 2 projekt keretében a legkorszerűbb blokkok épülnek meg nemzetközi együttműködésben, mondta Süli János, a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, a Rosszatom vezérigazgatójával tartott közös sajtótájékoztatón Pakson, miután áttekintették a projekt előrehaladását. Fontos mérföldkő volt szeptember vége a Paks 2 projekt szempontjából. A fővállalkozó Rosszatom az október 2-ai határidő előtt átadta a műszaki terveket. Alekszej Lihacsov vezérigazgató elmondta, most az engedélyezési dokumentáció összeállításán dolgoznak, amihez még több tervezőt vezényelnek Paksra. Ebben az évben egy nagyon fontos kulcseseményt teljesítettünk, szeptember 30-án átadtuk a megrendelőnek a műszaki tervet. Ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy a következő lépéshez is hozzáfogjunk, az engedélyezési anyag összeállításához. Ez a munka zajlik a terveknek megfelelően. Jelen pillanatban körülbelül 400 engedélyt már beszereztünk, köztük a környezetvédelmi engedélyt, illetve az építési, szerelési, bázisépítésre vonatkozó engedélyeket. A következő feladat márciusban átadni a megrendelőnek a teljes engedélyezési dokumentációt, és együttműködni abban, hogy a jövő év június hónapja folyamán a megrendelő át tudja adni a hatóság számára ezt az engedélyezési anyagot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerződéses határidőn belül kerüljön elvégzésre a munka. Több tíz tervező érkezik már a jövő héten ide, hogy a Rosszatom csapatát erősítse Pakson. Süli János közölte, hogy az orosz fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks 2 projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a tervek a hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz, illetve az általa felkért nemzetközi szakértőkhöz. Ez még rengeteg munka van, nem véletlenül mondta Lihacsov úr, hogy nagy erőket kell még koncentrálni, a műszaki tervek alapján kell bizonyítani azt, hogy az erőmű minden követelménynek, ami nukleáris biztonsági szabályzatban rögzítve van, meg fog felelni. Ez egy harmadik generációs plusz védelmi rendszerekkel kiegészített Fukushima-álló blokk lesz. Olyan blokk, ami a környezet, a telephelyen kívüli hatása semmilyen üzemzavaró esetben se fordulhat elő. Ezt nekünk bizonyítani kell majd a beadványba, és azt gondoljuk, hogy a hatóság pedig a rendelkezésre álló idő alatt el tudja bírálni, hisz olyan minőségbe szeretnénk beadni a dokumentációt, hogy a rendelkezésre álló 15 hónap elengedő legyen neki, hogy ezt a munkát elvégezze. Süli János beszélt arról is, hogy a Paks 2 projekt már egy nemzetközi nagy beruházás számos résztvevővel. Fontos mérföldkő az is, hogy az irányítási technikai rendszerekkel kapcsolatos tender is lezárult, hogy ebben a Siemens Framatom nyert. Korábban beszámoltunk, hogy a turbina szigetet azt megnyerte a G és az Alstom közös vállalat. Ez azért fontos, mert tulajdonképpen akkor azt tudjuk rögzíteni, hogy ez a világ élvonalába tartozó nemzetközi kooperációba épülő blokk, orosz primerkör, szekunderkör, nyugati irányítástechnikai, Siemens Framatom, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy megint olyan megbízható 60 évre működőképes blokkot fogunk építeni, amiben a nemzetközi kooperáció is megvalósul. A miniszter újságírói kérdésre leszögezte, Magyarország az új atomerőművi blokkok nélkül nem tudná teljesíteni klímavédelmi célkitűzéseit. Paks 2 évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátását teszi elkerülhetővé, ami jóval több, mint a teljes magyar közlekedési szektor 12 millió tonnás széndioxid kibocsátása. Süli János úgy értékelte, hogy egyre hatékonyabb az együttműködés az orosz partnerrel, és hozzátette, meggyőződése, hogy a fővállalkozó maradéktalanul eleget fog tenni a magyar és az uniós nukleáris szabályozás által támasztott szigorú követelményeknek.
Hogyan működik a 3D-s nyomtatás, miben különbözik egy digitális esztergagép a hagyományostól, miként lehet a fa és fém megmunkálást digitalizálni? Ezekre a kérdésekre kap választ az, aki ellátogat a digitális közösségi alkotóműhelybe. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakközépiskolájában alakították ki, mintegy 32 millió forintból. A célja pedig nem más, mint a szakmák népszerűsítése, a lemorzsolódás megállítása, a csúcstechnológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése. Hivatalosan is megnyílt a digitális közösségi alkotóműhely a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakközépiskolájában. Rátetjük egy SD kártyát, és az SD kártya tölti át, az SD kártyát beteszünk a gépbe, és onnan dolgozik egy gépbe. Az alkotóműhelyben a 3D tervezéssel és nyomtatással is meg lehet ismerkedni, ezt próbálták ki elsőként az érdeklődők. Így tett a Bugyiszlói Általános Iskolából érkező Juhász Tamara is. Mi az, amit kipróbáltál ma itt? Eddig a névjegykártya gravírozást és a 3D nyomtatás. Melyik tetszett jobban? A 3D nyomtatás. Pontosan mit is csináltál a 3D nyomtatásnál? Ott is egy névjegyet készítettünk, de ott már egyéni névjegyet. Én az egyesületem nevét csináltattam rá. A munkadarab az még készülőben van. Mivel készítetted? Én még nem láttam ilyen gépet, most fogok először látni. Te már láttál már ilyen gépet? Igen. Műanyagot olvaszt meg, de miután megszilárdult, ki lehet venni, működik rendesen. Az informatikai rendszerüzemeltetőnek tanulók egy hétig tesztelték az új gépeket, hogy az alkotó műhely megnyitójára képesek legyenek bemutatni, mennyi mindent lehet alkotni ebben a helységben a legmodernebb eszközökkel. Én a 3D nyomtatást szeretem a legjobban, azt is próbáltam bemutatni, nyomtattunk pár 3D-s objektumot igazából. Hát most egy ilyen lyukacsos medve készül éppen, aminek az a lényeg, hogy igazából meg lehet rajta nézni, hogy mennyire profi ez a nyomtató, milyen kicsi mozdulatokkal képes dolgozni. Nálam van egy modell, amit még múltkor nyomtattunk, egy egész jó kis Jaguar logó lett belőle, szerintem. És igen, nekem ez tetszik a legjobban. Későbbiekben miként szeretnél majd tovább tanulni? Hát én főiskolára szeretnék majd menni, ilyen informatikai mérnöknek. A modern technológia majd minden szakmára kihat. Az alkotó műhelyben az asztalosok is megmutatták, mivel dolgoznak manapság. Itt jelenleg a sablon alapján a géppel kivágjuk a virágnak a alapját, és utána, ugye, hogy rendesen szép is legyen, kifúrjuk a talpát, és utána beleállítjuk a virágnak a szárát, hogy egy kis szép dolgot alkossunk vele. Ezt ugye géppel csinálták meg a sablont, de ezt meg tudjuk rajzolni kézzel is. A precizitás miatt, hogy ezt most gépek csinálták meg jelenleg. A műhely nem csak tanórák helyszíneként szolgál majd, mondta Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. A közösségi alkotó műhely nyitott közösségi tér. Pályorientációs tevékenységre, saját tanulóinknak a fejlesztésére, alapkompetencia fejlesztésre, szakmai kompetencia fejlesztésre tudjuk használni, és ezen kívül pedig mi nyitott közösségi tér a város polgárai számára is nyitva tudjuk tartani. A fém megmunkáló eszközök közül kiemelném a kis pici, hát igen, tehát kiemelném a CNC esztergánkat, egy nagyon komoly felsőmaróval, esztergáló felülettel ellátott gépről van szó, lézervágónkat, ami gravírozni is tud, és darabolni is tud, illetve a másik oldalán pedig nagyon érdekes, itt hegesztés technikától kezdve sok mindent tudunk még a fém megmunkálás tekintetében csinálni. A fa megmunkálás tekintetében nagyon sok kéziszerszámmal bírunk, kisebbekkel, nagyobbakkal egyaránt. A textil területén pedig olyan varrógépeink vannak, amivel hímzést is lehet készíteni, varni lehet, tehát akit ez érdekel, azt is tudja gyakorolni.
Nagyon fontos, hogy a tervezéstől a kivitelezésig mindent meg lehet csinálni. Nagyon komoly IKT eszközökkel támogatott a műhely. 3D-s tervezést tudunk csinálni, és amit 3D-ben megtervezünk, azt ki is tudjuk nyomtatni a 3D-s nyomtatóinkkal. Nagyon fontos szerepe van a pályaorientációnak. A műhely tevékenységközpontú. Minden olyan eszközünk, ami itt rendelkezésre áll, az kézbevehető, használható, és a kisdiákok számára is használható. Itt kisdiákokon az általános iskolás felső tagozatosokat értem elsősorban. Őket is nagy szeretettel várjuk, hiszen az ő számukra pedig akár egy technika órán, akár csak érdeklődési szinten, hogyha megismerkednek egyszerű használati eszközökkel, az mindenki számára előnyös. A műhely célja a szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a diákok sikerélményhez való juttatása, a lemorzsolódás megállítása és a csúcs technológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése, jelentette ki az iskola igazgatója Juhász Gábor. Nagyon sok olyan kiegészítő tananyag rész van, ami az adott a műhelyeinkben nehezen valósítható meg, és a gyerekek érdeklődési körre messze túlhaladja azt, amit az adott tananyaggal esetleg nekünk meg kell tanítani, kiegészítésképpen, illetve akár az óra megtartására is alkalmas lehet ez a hely, és alkalmas lehet ez a kollega, aki ebben a műhelyben már bedolgozta magát, és az adott tananyagot tartalmazó részeket ő tanítja. Ezek így együtt azt gondolom, az iskolánk nagyon fontos céljait teljesíthetik, de nem ezért van a műhely alapvetően megcsinálva. A műhely digitális, közösség és alkotó műhely. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a közösségnek kínáljuk, és minden korosztálynak. Olyan projekteket fogunk megvalósítani és kiajánlani az adott korosztályoknak, amelyek felkeltetik az érdeklődésüket, és mindenkinek a saját alkotó vágyát egy kicsit megvalósíthatóvá és kiélhetővé teszik. Általános iskolásoknak lesz elsősorban ajánlva a program természetesen, hiszen a legnagyobb óraszámban őket szeretnénk megcélozni. Ez akár a technikaoktatás kiegészítéseképpen, de inkább a pályaorientációnak a segítése lenne a fő célunk. Nyilván önös érdekből is természetesen, hiszen minden gyerek szeret rajzolni, építeni, vágni. Ha ezeket a készségeit, képességeit meg tudjuk támogatni egy kis sikerélménnyel, akkor számíthatunk arra, hogy az ő tudása majd a szakképzésben fog kamatozni. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet 32 millió forintból alakították ki. Az orientációs képzés lényege, hogy azokat a gyerekeket, akik a 8. osztály elvégzése után nem tudnak dönteni a hogyan továbbról, segítse a döntés meghozatalában. A képzés érdekessége, hogy nem órarendi rendszerben, hanem projektekben ismertetik meg őket a különböző szakmákkal. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban két iskola is bevezette ezt a képzési formát. A Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképzőiskolájában vagyunk Paksbirítón. Ez az egyik olyan iskola, akik bevállalták az orientációs képzés bevezetését. Sárosdi Bernadett igazgatónő azt mondja, jelentős innovációra és szakmai kreativitásra van szükség a képzés lebonyolításához. Ennek az orientációs évfolyamnak az a specialitása, hogy itt a tanulókkal, diákokkal megismertetjük a szakmákat. Igazából azokat a diákokat várjuk erre a képzésre, akik 8. után még bizonytalanok. Nem tudják eldönteni, hogy melyik iskola lenne számukra az ideális. Gimnáziumba mennének, szakgimnáziumba mennének, ugye ami 2020-tól már technikumnak hívjuk, tehát technikumba mennének, vagy szakmát szeretnének tanulni, vagy egyáltalán hova tovább. Azt gondolom, hogy 14-15 évesen, mint szülőként, mint diákként ez egy óriási kérdés. A képzési forma különlegessége, hogy nem a megszokott iskolai órákban folyik az oktatás, hanem élmény alapon sok gyakorlati elem felhasználásával, projektben gondolkodva ismerkednek meg a különböző szakmacsoportok. A 21. századi munkahelyen és a szakképző iskolákban már azt gondolom egészen más kompetenciákra van szüksége egy munkavállalónak és a tanulónak. Ebben az iskolatípusban elsősorban ezeket a kompetenciákat fejlesztjük. Mire gondolok? Ilyenre gondolok, mint együttműködő képesség, probléma megoldás csapatban való dolgozás. Itt nincsenek klasszikus tanórák. Itt a tantervtől el tudunk térni, sőt, kimondottan személyiségközpontú tanítás zajlik a tanórákon.
Egészen más módszerrel dolgoznak a pedagógusok, sőt annak is örülök, hogy nem egy pedagógus van egy osztályban, hanem több pedagógus dolgozik. Itt projekt szemléletű oktatás zajlik. Nem feltétlen a szakképzés a kiút, mint irány a választás tekintetében. Lehetséges az is, hogy a gimnázium irányt fognak választani. Ebben az évben viszont nagyban lehetőségük lesz arra, hogy sok-sok üzemet meglátogatva pályaorientációs képzéseket kapjanak. Ki tudja magát próbálni ugyanúgy a konyhában, ugyanúgy a szolgáltatásban, az idős gondozásban, a csecsemő gondozásban, a faipari szakmákban, az építőipari szakmákban, a fémes szakmákban. Tudjuk irányítani, hogy akkor melyikből mennyit mutatunk a gyerekeknek. Mert azt még hangsúlyoznom kell, hogy itt egyéni tanulási utakat biztosítunk a gyerekeknek. Egyéni fejlesztési terveket készítünk minden idejáró diákunk részére. Ugyan a képzés segít a döntéshozatalban, mégsem egy felzárkóztató, az általános iskolából kimaradt tudásanyag bepótlására alkalmas időről van szó. Sokkal inkább arról, hogy képet kapjanak a gyerekek a különböző szakterületek mindennapjairól, megkönnyítve ezzel a későbbi választást. Nagyon fontos volt számunkra, hogy előzetesen is megismerjük a gyerekeket. Itt családlátogatás alkalmával is már megismertük őket, és próbáltuk a szülőket is bevonni, hiszen a mi iskolánk úgy gondoljuk, hogy egy híd tulajdonképpen a család és a gyerekek között. Itt különféle szakmákat, amiket itt az iskolánkban tanulnak. Itt ezekben a miniműhelyekben és a gyakorlati tevékenységekben próbáljuk őket bevonni, ami által próbálunk nekik egy kis motivációt adni, hogy kedvet kapjanak a különböző szakmákhoz. Annak nagyon örülök, hogy a szakképzés 4.0 stratégiának is részese lett az orientációs osztály, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumban két intézményben is működik ez a képzés, és bízom abban, hogy az itt megfogalmazott tapasztalatokat majd meg fogjuk tudni osztani a többi szakképzési centrummal is a jövőben. Ez egy hálózatosodásnak is a része, mi nagyon szeretnénk a munkamódszereinket és tapasztalatainkat megosztani a többiekkel. A stratégia lényege és célja, hogy a módszer megmaradjon a középszintű oktatásban, mondja Csapó Gábor. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a gyerekek szívesen járnak ebbe az oktatási formába, hiszen olyan közegben kapnak képet a lehetséges jövőről, mely nem terheli őket az ismeret hiány okozta rossz iskolaválasztás súlyával. 21. alkalommal rendezik meg Szekszárdon a Jövőt Záloga elnevezésű nagyszabású pályaválasztási bőrzét november 13-ától. A programokért felelős Tolna megyei kormányhivatal munkatársai az általános és középiskolásokra is gondoltak. Rengeteg program várja majd a diákokat a Babits Mihály Kulturális Központban és külső helyszíneken is. Sokkal több információt kaptam, mert csak annyit tudtam, hogy pár szak van, de közben sokkal többet megismertem róla, hogy például informatikában mik vannak, és hogy két szakot is lehet mellette választani, hogy informatika és angol például. Sokan érdeklődtek a sikerszakmának számító informatika iránt tavaly a Jövőt Záloga nevű pályaválasztási kiállításon. A középiskolai tanulmányaik előtt álló iskolásoknak, valamint a szüleiknek idén novemberben is lesz arra lehetőségük, hogy testközelből találkozhassanak a képzéseket nyújtó intézményekkel. 14-től 16-áig a középiskolás és általános iskolás diákokat és szüleiket várjuk azzal, hogy segítsünk eldönteni nekik a gyermekek pályaválasztásában. Lesz nyitott műhelyrendezvény, amit a Szakképzési Centrum Ady Endre szakközépiskolájában fognak megtalálni. A Babits Mihály Kulturális Központon kívül felépítünk egy sátrat, amelyben a szakmák utcájában meg tudják nézni bizonyos szakmáknak a közvetlen test közelben is kipróbálhatják magukat, hogy hogyan tudnának viselkedni akkor, hogyha ők ezt a szakmát választanák. Ezek mellett például virtuális szemüvegen keresztül is kipróbálhatnak egy-egy szakmát a diákok, sőt végig mehetnek a szakmák utcáján, a pályaorientációs szigeten pedig szakemberek segítenek nekik majd feltérképezni, hogy ki miben a legjobb.
A már érettségit szerzett diákokra is gondoltak a pályaválasztási kiállítás szervezői. Nekik november 13-án lesz lehetőségük arra, hogy az egyetemek, valamint a középiskolák kínálataival megismerkedjenek. Az eddig bemutatott programok természetesen őket is várják majd, és nekik egy különleges kiadvánnyal is készültek a szervezők. Egy 4 oldalas anyagot készítettünk a gyerekek részére, amit a honlapról le tudnak tölteni. Ez a továbbtanulással kapcsolatos, illetve a pályaválasztási kiállításnak az összes rendezvényével kapcsolatos információkat tartalmazza. A diákokat ingyenes buszok szállítják majd Szekszárdra a rendezvények helyszíneire, a szervezők több ezer érdeklődőre számítanak. Számos fontos információ érinti ebben az időszakban a mezőgazdasággal foglalkozókat is, hiszen több pályázatra is jelentkezhetnek, és a támogatások egy részét is kereshetik már a számlájukon. 2016-ban megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. Ennek keretösszege 49,5 milliárd forint. A pályázati felhívás módosult, hiszen meghosszabbították a támogatási kérelmek benyújtási határidejét, hívta fel a figyelmet Tamási Balázs. Öntöző rendszerek telepítésére, beszerzésére lehet pályázni ebben a vidékfejlesztési program által támogatott pályázati lehetőségben. Itt a következő határidő az december 2-a idei évben, akkor van egy határnap, amikor bírálják az addig beérkezett pályázatokat. Itt a támogatás intenzitása az változó ügyféltől, ügyfél lakcímétől, telephelyétől függően, ez ilyen 50% és 70%, tehát 50-60% vagy 70% lehet a bekerülési költségnek. Utófinanszírozott pályázatról van szó, tehát meg kell mindent vásárolni, beépíteni, megépíteni, és utólagos elszámolással kapja meg ő ezt a támogatást. Lehet előleget is, az elnyert támogatásnak az 50%-át lehet előlegben is lekérni, ez egy külön előlegigénylési folyamat részeként. Másrészt az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege megduplázódott. Ennek összege egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd forint, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd forint. Jelenleg annyit tudunk, hogy még nem merült ki a keret. Az összes ilyen vidékfejlesztési programos pályázatról összességében elmondhatjuk azt, hogy jó része már kifutott. Úgy zajlik a pályáztatás a vidékfejlesztési programon belül, hogy ebben a 2014 és 2020 közti időszakban meghirdettek már nagyon sok pályázatot. Amire sok volt az igény gazdálkodók részéről, azt az ilyen pályázati elbírálási határidőkor már lezárták az ömét, 1-2 van még, néhány pályázati kiírás van még nyitva, ezekre még jelenleg van keret. Ugyanakkor jó hírnek számít, hogy a már nyertes pályázóknak elkezdődtek az előlegfizetések. Valójában elindultak az előlegfizetések, gazdálkodóktól halljuk, ügyfeleinktől, hogy folyamatosan jönnek a támogatások. Ezek a 2019 májusában igényelt egységes kérelemben beadott támogatási kérelmekre járó pénz egy részét már megkapták az ügyfelek. Ez változó, nagyságrendileg azt mondhatjuk, hogy durván az igényelt összeg felét kaphatja maximálisan meg mindenki, de persze ettől nem kell megijedni, ha valaki nem kapott, valószínű jár neki, de lehet, hogy ott pont ellenőrzés zajlik, vagy egyéb ügymenet, az övét még nem zárták le, akkor folyamatosan kapják. Pontosat azt nem tudok, de olyan általában így december 20-a körülig még szokott utalni az államkincstár, ott karácsony előtt általában mindig már lezárják az államkincstárnál az utalásokat, tehát addig még sokan megkaphatják a pénzt. A szakmának és a vásárlóközönségnek egyfajta találkozó helyévé vált az elmúlt évek alatt a Szekszárdi S+ Stúdió Kft. Nyílt napja. A program az első olyan magyarországi fórummán nőtte ki magát, ahol az olasz nemzetközi kiállítás után a vevők megismerkedhetnek a legújabb trendekkel. 5. esztendeje már, hogy az olaszországi Bolognában rendezett nemzetközi szakkiállítást követően Szekszárdon az S+ Stúdió Kft. Nyílt napot rendez, melyre elhozza azokat a darabokat, melyek a nemzetközi trendet képviselik. Emellett erre a napra meghívást kapnak a gyártócégek képviselői is,
akik közvetlen tájékoztatást tudnak adni a vásárlóközönségnek a termékekről. Viszont azért tudjuk, hogy mondjuk egy fürdőszoba átalakítás az azért egy legdrágább helyiség az egy ingatlanban a fürdőszoba. Tehát azért ott, hogyha a büdzsékeleten tudunk egy kicsit enyhíteni, akkor azt szerintem mindenki számára egy kedvező dolog. Amikor elkezdjük ezt hirdetni, nagyon megmozgatja itt a Szekszárd és a környékén lévő lakosságot, és nagyon sokan el szoktak jönni, keresik és szeretik. És hosszú távon, igen, persze, mivel a kupon az eleve 30 napig érvényes, tehát hosszú távon is igénybe vehető. A másik az, hogy azért az újdonságokat is megismertetjük. Tehát minden évben, mint szanitár termékek, mind bújkalatokban jönnek ki újdonságok, új dizájnok, új trendek, új technológiák, és az a nyilatnap ez például abban is segít, hogy ezeket megismertetjük az ügyfelekkel. Próbálunk olyanokat, újdonságokat bemutatni, ami eddig mondjuk nem volt elérhető, amivel most jöttek ki a gyártók, és ezeket megmutatni. Tehát például most itt ez a burkolat, vagy mondhatnám azt, hogy most van egy okos WC is bemutatva, tehát hogy ezek is mutatják azt, hogy a technológia fejlődik, az építőipar is fejlődik, tehát a nyílt napra ezért is érdemes eljönni, mert megtapasztalja az ember az újdonságokat. A forgalmazók képviselői azt mondják, ez a nap arra is megfelelő, hogy növelje a kereskedőház és a nagy kereskedések közötti bizalmat. Egyfajta hagyomány lett az, hogy ez plusz nyílt napok vannak, és ezért mindig nagy örömmel veszünk részt ezen. Más oldalról viszont ez Magyarországon az első bemutató terem, ahol a szeptember végi cserszáj újdonságokat bemutattuk. Tehát alig egy hónapja mutattuk be a 2020-as trendeket, és itt most már élőben megtekinthetik az érdeklődők. Mi, akik évente 13-14 új kollekciót mutatunk be a piacon, szükségünk van, és nagyon fontos, hogy megbízható partnereink legyenek, akik teljes mellszélességgel fölvállalják, felületet adnak és lehetőséget adnak nekünk, hogy bemutassuk az új termékeinket. Az S+C-ben azt is tudják, hogy az építőiparban fontos tényező az idő. Lévén jelentős szakember hiánnyal küzd az ágazat. Ennek kivédésére is alkalmas egy ilyen kiállítás, hiszen az igények szerinti pontos szállítás is segítség. Csütörtökön 20:30-kor ismét várjuk Önöket friss gazdasági hírekkel, addig is műsorainkat nyomon követhetik Facebook oldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!